Klasszikus szobrászatnak az alapanyaga a kő vagy a márvány, de jelen esetben egy modern anyagot használunk, a betont, így ez vált a jelen szobrászatnak az újraalkotott kövévé, ezért választottuk ezt a címet. Egyre elterjedtebb a beton használata, sok művész kísérletezik vele és próbálja ki és kerül be a technikái közé. Konkrétan csak beton szobrászokról ritkán beszélünk, kevesen vannak, nagyon sok területet érint viszont. Kerámiások, üvegesek, festők is hozzányúlnak a betonhoz, jelen kiállításnak a művészei közt is ilyen nagyon vegyes a válogatás, sok területről érkeztek. Kaposváron a Vasszary Képtárban vagyunk, ez a nagy kiállítóterünk, ahol az újraalkotott kő című kortárs betonszobrászati kiállítás látható, illetve a kamaratermünkben, a Vasszary Stúdióban Gönc Dalma egyéni tálata a Greenis címmel. A válogatás fő szempontja az volt, hogy olyan művészeket hívjunk meg, akik munkásságában a beton stabil elemmé vált. Nem csak időszerűleg foglalkoznak ezzel, hanem folyamatosan visszatér, és a művészetüknek egy alapjává vált. Én azt gondolom, a betont sokszor azért is szeretik, mert ez tényleg egy csapatmunka, ezeknek a betonszobroknak az elkészítése, és a közös alkotás, a közös munka az mindig egy pluszt tud adni. A tervezést követően elkészülnek az öntőformák. Jelen kiállításnak is az anyaga, a szobrok többsége öntött szobor. Az öntőforma sok esetben például hungarocell, bizonyos szobroknál látni is a felületét a hungarocellnek, amit ugye lemásol az anyag, és ezek a sok rétegből álló hungarocell öntőformák elkészülnek, majd ebbe kerül kiöntésre a végleges szobor. Egy másik technika is bemutatásra kerül itt a kiállításon, ugyanis Csurgai Ferencnek egy szabadalma a karbonnal kevert beton. Új távlatokat nyit a betonszobrászatban, hiszen a karbon egy nagyon rugalmas, jó teherbírású és könnyű anyag. A karbonnal bevont beton szobrok végtelenül könnyűvé válnak, és furcsa mód rugalmasak. Bizonyos szobrok feszített karbonszálak vannak bevonva betonnal, és ezek egy bizonyos struktúrába kerülnek elhelyezésre, ahogy megköt. Kaposváron a Vasszary Képtárban két kiállítóhellyel működünk, és a stúdióban folyamatosan a helyi művészeknek próbálunk bemutatkozási lehetőséget adni. Jelenleg október 5-éig Gönc Dalma egyéni tárlata látható itt. Dalma képeinek nagyon erős vizualitása van, borzasztóan színgazdag munkákról beszélünk, és nagyon gazdag anyaghasználat rejlik mögöttük. Dalma nagyon sokszor érint környezetvédelmi és fontos társadalmi kérdéseket. Ebből kifolyólag sok-sok apró törmelék és egyéb alapvetően a kézművészetben nem használt anyag is bekerül. Jelen esetben törmelékek és szemét hulladékok, papírfecnék, festékes tubusok szétvágva, drótok és sok apró hulladék, ami a gyártás folyamán a hétköznapi életbe keletkezik. Úgyhogy egy teljesen más metódussal épülnek fel ezek a képek, és a gondolatiság mögöttük szintén egy egyedi világot rejt. A betont egyértelműen az építőiparhoz kötjük, és egy modern anyagnak gondoljuk, holott már az ókorban is használták. De egy kimondottan disztópikus világ jut az eszünkre. Ugye a beton dzsungel, a szintiszta beton, az egy barátságtalan világ. És benne van az emberekben ez az előítélet. Ez a kiállítás nagyon jó példa arra, hogy túllépjünk ezen az elképzelésen, és hogy látjuk, hogy mennyire gazdag és formálható anyag ez, és rajtunk múlik, hogy mivé válik.